Egyre javul a romániai magyarok részvétele a népszámlálás online fázisában. A becslések szerint a magyarok több mint fele élt az önkitöltés lehetőségével. Barna Gergő, a népszámlálás.ro kampánykoordinátora szerint ki kell használni az önkitöltéses szakasz utolsó napjait is. Az eredeti forgatókönyv szerint május 15-én kellett volna zárulnia az idei népszámlálás önkitöltéses szakaszának, azonban ezt május 27-éig meghosszabbították. Országos szinten május 15-éig 9 millió 100 ezer kérdőívet vett nyilvántartásba a statisztikai hivatal, ami azt jelenti, hogy a lakosság majdnem fele, 48%-a regisztrált már. A népszámlálás.ro becslései szerint a romániai magyarok részvétele jelenleg 56%-osra becsülhető. Hétfőig mintegy 700 ezer magyar élhetett az önkitöltés lehetőségével, 300 ezeren egyénileg, további 400 ezeren pedig az összeíró pontokon regisztráltak. A 12 napos hosszabbítással akár a 65%-os magyar részvétel is elérhető. Ez nagyon jó hír, elismerés és köszönet érte. Azok, akik kitöltötték már a kérdőívet, azoknak talán még két feladatuk van. Az egyik az lehet, hogy mindenképpen ellenőrizzék, hogy elfogadták-e, érvényesítették-e a kérdőívüket. Egészen kezdve a kiskorú gyerekektől a felnőtteket, az nagyszülőket és időseket, tehát mindenkinek egyenként kell ellenőrizni, hogy elfogadták-e a kérdőívet. A másik feladatuk az, hogy az önkitöltéses szakasz hátra levő 9 napján bátorítsák, illetve segítsék azokat az ismerőseiket, barátaikat, akik még nem éltek a lehetőséggel. Ez azért is nagyon fontos, mert a számlálóbiztosoknak csak május 31 és július 17-e között lesz lehetőségük felkeresni mindazokat, akik még nem töltötték ki a kérdőívet. Ennek következtében félő, hogy főleg a nagyobb városokban a számlálóbiztos nem jut el mindenkihez, így a kimaradóknak nem lesz nemzetisége és vallási hovatartozása.